Sok rétege van ennek a kiállításnak. Egyrészt lehet gyönyörködni a szép grafikákban, amik a korabeli bélyegeken vannak. Akkoriban ezeket a űrrepüléseket mindig bélyegekkel örökítették meg. Lehet csodálkozni azon, hogy az űrhajósoknak az aláírása vagy a jelvényei azok hogy néznek ki, és el lehet gondolkozni, hogy tényleg micsoda kuriózum az, hogy ennyiféle űrhajósnak saját kezű aláírásait látható. Mitől különleges ez a mai kiállítás? Viszonylag ritkán látni ilyen nagy űrkutatással kapcsolatos gyűjteményt kiállítva Magyarországon. Lényegében az űrhajózás kezdetétől, ami 1962-ben volt Gagarinnak az űrrepülésével, 2005-ig itt lényegében minden űrhajós, vagy hát majdnem minden űrhajós szerepel. Bélyegeken, első napi borítékokon, fényképeken, amelyek csomó fénykép alá is van írva maguk által, az saját kezűleg az űrhajósok által. Tehát ez egy olyan ritkaság, amit nehéz így értékelni. Gagarin mit gondolhatott az első utazásnál? Maga az űrkorszak az 57-ben kezdődött, amikor a szovjetek az első Sputnikot pályára állították, és azért ne felejtsük, hogy ezután 5 évvel már repült ember. Ez egy űrverseny volt akkoriban, a hidegháború időszakában az amerikaiak meg a szovjetek között. Rengeteg pénzt fektettek abba, hogy meg energiát, erőfeszítéseket, hogy ki előzi meg a másikat. És úgy nézett ki, hogy a szovjetek azok előztek, mert ők bocsátották fel az első műholdat, ők állították pályára az első embert, de aztán még egy szintén nem sok idő, mert ugye a 69-ben már ember lépett a holdra. Ugye ez az amerikai Apollo hold program is itt ezekben a tárlókban, a bélyegeken meg a borítékokon látszik. Tehát akkor az amerikaiak átvették tulajdonképpen a vezetést. Tehát a holdutazást ők nyerték meg, hogy úgy mondjam. De a lényeg az, hogy ebben volt egy ilyen versengés, hogy ki jut előbb oda. És ennek annak idején egy óriási propaganda szerepe is, meg értéke is volt. Hát nem véletlen, hogy ezeket az anyagokat akkor ugye minden űrrepülésre kiadtak bélyegeket a Szovjetunióban, képeslapokat, borítékokat. Tehát ennek volt egy belső használatra, házi használatra propaganda értéke, hogy lám-lám, mi jobbak vagyunk, mint bárki más a világon. Ezzel mondjuk azt is el lehetett felejtetni az emberekkel egy pár napra vagy pillanatra, hogy egyébként nem éltek jól. Tehát maga a társadalmi berendezkedés az nem feltétlenül volt jobb. Tehát ebből a szempontból ez a kiállítás a történelmet is megmutatja. Egyfajta kirakata annak a történelmnek, meg annak a propagandának, amit akkor csináltak. Tehát akkor az űrhajósok, amikor visszatértek a világűrből, ugye ez azért egy nagy teljesítmény volt, ez még ma is egy nagy teljesítmény, de akkor aztán különösen, akkor őket hősként járták körbe velük az országot, a Szovjetuniót, világszerte, ezek híres emberek voltak. Akkoriban ezeknek az űrhajósoknak a nevét mindenki tudta, aki érdeklődött ezután. Manapság is ugye folyik az űrrepülés. Például a nemzetközi űrállomáson egyszerre általában 6 ember dolgozik. De ha megkérdezünk bárkit az utcán, 100 emberből egy se fogja tudni, hogy mi azoknak az űrhajósoknak a neve, mert ez a hőskor már elmúlt, most már ez egy ilyen munkás korszak, tehát ott akkor tudományskísérleteket végeznek, csinálják a napi feladataikat, de már nem olyan hősök, mint annak idején mondjuk a 60-as, 70-es években ezek az űrhajósok, akikről vannak ezek a bélyegek, meg képek, meg aláírások itt kiállítva. Ez az űrrepülés ma már rutinszerűen működik. Ez nem azt jelenti, hogy maga az űrrepülés egy rutinszerű munka volna, de az a fajta dolog, amit elkezdtek ezek az emberek a 60-as, 70-es, 80-as években, ma már odáig jutott, hogy lényegben folyamatosan kísérleteket végeznek az űrállomáson, tudományos munkát, a Földet figyelik, a világűrt figyelik. Ezt a bélyeget hogyan készítették el? Gyakorlatilag, hogyha a mai nyelvre lefordítanám, ez olyan, mint amikor ma bemegyek a boltba, fizetek és kapok egy blokkot. Ők pedig felmentek a világűrbe és kaptak egy bélyeget. Azt tudom mondani például, hogy amikor magyar űrhajós Farkas Bertalan
került a világűrbe, akkor ez egy Interkozmosz nevű program keretében folyt, amikor a szovjetek és a baráti országok, a szocialista országok közös űrrepülést végeztek. A szovjetek felajánlották, hogy minden ország jelölhet egy űrhajóst. Most ez egy hosszú kiválasztási folyamat volt, egy kemény felkészülés, és akkor nyilván két embert kellett erre készíteni, egy, aki repült, meg egy tartalékot. A tartalék volt Magyari Béla, aki idén hunyt el. És akkor egészen elvileg az utolsó pillanatig mondjuk az első helyen kijelölt legénység tagjai meg is betegedhettek volna, vagy bármi történhetett volna velük, akkor is valakinek repülni kellett, tehát a tartalékok bármikor be kellett, hogy tudjanak ugrani. Most a bélyeg kiadás az ugye ez problémás, mert ha mit tudom én, egy adott napon megtörténik az űrrepülés, akkor a bélyeget mondjuk azon a napon, vagy a következő egy-két napban illik kiadni, de nem tudják, hogy kinek az arcképét tegyék mondjuk a bélyegre. Tehát ez látszik majd itt, meg lehet látni az egyik tárlóban, hogy a magyar-orosz, szovjet-magyar űrrepülésre kiadott bélyegen nem ismerhető föl az űrhajósoknak az arca. Tehát azt úgy kellett a grafikusnak megterveznie, hogy bármelyikük is repül, annak akkor is érvényesnek kell lenni. Aztán később kiadtak az év vége felé jövő évben egy bélyegblokkot, ott már fel lehetett ismerni a Farkas Bertalan arcát például rajta. De a propaganda kiadványokkal ugyanez volt. Mikor Magyari Béla idén elhunyt, akkor például azt hiszem, a Honvédségnek a YouTube csatornáján megjelent egy olyan videó, ami a korabeli propaganda filmet mutatta be, amit arra az esetre készítettek, hogyha Magyari Béla repült volna. Tehát ugyanúgy egy csomó dolgot, újságokat, kiadványokat megcsináltak két példányban. Utána, amelyik nem kellett, azt bezúzták, megsemmisítették. Persze nyilván maradt belőle egy-két különlegesség. Mert föl kellett készülni arra, hogy esetleg a másik repülés, nem az egyik. Hogyan készültek fel egy ilyen túrára? Ugye az, hogy a földkörüli pályán súlytalanság van például, tehát nem érzi a súlyát, nem tudja merre van fenn és lent. Ez az emberi testnek egy olyan hatást gyakorol, amit ugye sose senki nem tapasztalt. Ezt mindenféle orvosi vizsgálatokkal kellett előtte megnézni, hogy alkalmas-e egészségileg arra, hogy ezt a terhelést kibírja, hogy ott súlytalanságban tudjon egyáltalán élni vagy dolgozni. Ugye nem csak élni, túlélni kellett, hanem még ott mindenféle kísérleteket kellett elvégezni. Tehát ez egy hosszú kiképzésnek az eleje, hogy kiválasztják, hogy orvosilag ki alkalmas. Utána a kiképzés pedig ezeknek a szerkezeteknek a kezelését meg kell tanulni olyan szinten, hogy becsukott szemmel is mondjuk egy űrhajóba tudja, hogy kell leszállni. Nem beszélve nyelvtudásról, tehát nekik a szovjet űrhajókon az oroszokkal nyilvánvalóan anyanyelvi szinten kellett tudni kommunikálni. De ugyanez van manapság mondjuk a nemzetközi űrállomáson, ahol orosz, meg amerikai, meg adott esetben európai, meg japán űrhajósok dolgoznak együtt. De azok mind beszélnek angolul, meg oroszul, mert ezek a nyelvek azok, amikkel a berendezések mondjuk működnek például, vagy a használati utasítás, vagy úgy tanulták meg, vagy úgy kell kommunikálni egymással. És ha vészhelyzet van, akkor nem lehet tolmáccsal, vagy nem lehet szótárazni, vagy ilyen dolgokat csinálni. Tehát ennek rengetegféle ilyen aspektusa van. A kísérleteket meg kell tanulni. Mindenkinek van egy szakmája, de mondjuk nem feltétlenül fog a biológiai kísérleteket végezni úgy, hogy egyébként nem ért hozzá, neki meg kell tanulnia, tehát ki kell képezni arra. Amikor ezeket a relikviákat nézegetik itt a tablókban, meg a tárlókban, meg a tablókon, akkor gondoljanak arra, hogy ezek az emberek egy olyan korszaknak az úttörői voltak, amik ma már beépült a hétköznapjainkban. Barlangokban napokat töltenek, ilyen izolációs kísérlet, hogy azt szimulálják, hogy egyedül vannak. Ugye egyedül vannak, mert nem lehet csak úgy kijönni vagy lejönni. Akkor víz alatt ilyen búvárkodási gyakorlatokat végeznek, ahol szimulálják egy kicsit a súlytalanságot, és a szerelési munkákat végeznek.
Ugye az sem mindegy, hogy lehet mondjuk egy űrsétán, hogyha valamit javítgatni kell, akkor hogy lehet egy csavart becsavarozni mondjuk az űrállomás külső részén. Az egy egészen más fizika, ami ott működik. Tehát ezeket mind meg kell tanulni, be kell gyakorolni, tehát ez nem annyira egyszerű dolog, és ez egy komoly kiképzés. Annak idején is ezeket évekig képezték, ezeket az űrhajósokat. Kik a legnagyobb magyar űrhajósok? Ugye az egyetlen magyar űrhajós, aki a világűrben járt, az Farkas Bertalan volt 1980-ban. Tehát mivel más magyar űrhajós nem volt, hát ugye igen. A következő az Csár Simonyi, vagy Simonyi Károly volt, aki hát nem tipikus űrhajós volt. Egyrészt magyar, tehát magyar születésű, magát magyarnak vallja, de az Egyesült Államokban dolgozik mérnökként. Tehát ő volt az, aki űrturistaként. Volt egy pár év, amikor lehetőség nyílt arra, hogy a nemzetközi űrállomásra feljussanak néhány napra olyanok, akik befizetnek egy bizonyos összeget. Tehát volt szabad hely a profi űrhajósok mellett, és akkor azt a helyet meg lehetett venni. Ez azt jelenti, hogy... De ez se azt jelentette, hogy neki bejött az utcáról, és berakták a kabinba, és fölvitték, aztán lehozták, hanem neki is keményen erre föl kellett készülni, szakmailag is, meg orvosilag is. Nyilván nem annyira keményen, mint egy hivatásos űrhajósnak. És Csár Simonyi volt az egyetlen ezek közül az űrturisták közül, aki kétszer volt. Tehát ő megismételte a repülését, tehát még egyszer föl tudott menni. Egyébként ő végzett az űrállomás fedélzetén olyan kísérleteket is, tehát nem csak szórakozni ment, meg gyönyörködni a panorámában, ami tényleg szép, hanem próbálta ezt hasznosan eltölteni az időt, és végzett kísérleteket is. Meg minden ilyen űrturista egyébként próbálta népszerűsíteni ezt az űrrepülést. Rengeteg honlapokat üzemeltettek, meg ők is járták utána a világot, és interneten, élőszóban, előadásokban népszerűsíteni az űrrepülést.